A Cegléd elleni szezonrajton 4 nyári igazolás is helyet kapott az Aquitál FC Csákvár kezdőjében, de a ceglédieknél is akadtak új arcok. Réti és Oldal épp Csákvárról tette át székhelyét Klaus László együtteséhez. Az első fél óra kevés helyzetet hozott, azokat főleg Szijjártó István gárdája alakította ki. Előbb Bobál, majd Farkas Aurél lövése került el a ceglédi kaput. A 28. percben a vendégvédők ügyetlenkedése után Dajcs került zicserbe, ám a bevetődő Albert István az utolsó pillanatban blokkolni tudott. A 30. percben aztán már betalált a hazai csapat. Tamás középre, megint ott a fejes, ott a gól! Remekül tette középre a labdát. Tamás Nándor is kiválóan érkezett, Bobál Gergely. A Cegléd nem késlekedett sokat a válaszsal a 32. percben, az NB2-ben most debütáló Tóth Balázs még védte nyilas lövését. Az esetet követő szögletből azonban egyenlítettek a vendégek, Preklet fejese Sándor Györgyöt is érintve került a hálóba. A kitámadó csákváriak ellen a félidő hajrájában a vezetést is megszerezte a Cegléd, egy gyors kontra végén a korábbi csákvári Oldal Tibor volt eredményes a 44. percben. A második félidőt a hátrányba kerülő Aquitál FC kezdte aktívabban, azonban a vendégek kontrái is veszélyesnek bizonyultak. Az egyik oldalon Csonka elől mentettek a védők, míg a másik térfélen a kiugró Oldal lőtt a kapu fölé. A 63. percben aztán egy szép támadás végén Farkas Aurél révén kiegyenlített az Aquitál. Ebben a 16-oson belül, ott a fejes, egyenlít az Aquitál FC Csákvár, Farkas Aurél a 63. perc legelején. Molnár Csaba szabad rúgásaival továbbra is a hazaiak bizonyultak veszélyesebbnek, ám a 77. percben mégis a ceglédiek kerültek előnybe. Egy felüvelt labdát Tímári fejelt Oldal elé, a támadó pedig kapásból a hazai kapuba lőtt. Erre is akadt azonban még válasza a csákvári csapatnak, mely a 83. percben kiegyenlített és otthon tartotta az egyik pontot. Hoho! Sejben is gólt szerezhetett volna már, de aztán végül is Molnár Csaba teszi meg a 84. percben. 3-3. Összességében a meccs képe alapján így sajnos reális az X, bár úgy gondolom sokat tettünk érte, vezetés sikerült megszerezni, az a baj, hogy nagyon korán kaptuk az egyenlítőt. Ráadásul a legrosszabb, a fél idő végén még a vezetést is megszerezték, így ugye végig az eredmény után kellett mennünk. 2-2-nél azt éreztem, hogy talán kezünkben van a mérkőzés, megpróbáltunk mindent, hogy meg tudjuk fordítani ismét a mi javunkra, erre kaptunk szinte semmiből megint egy gólt, így a végén azt gondolom, hogy értékes egy pontot szereztünk.